elérkezett az idő, hogy magunkkal foglalkozzunk, és tudják, hogy az Egészségünkre című műsor pont azért van, hogy odafigyeljen önökre. És akitől pedig hasznos és szaktanácsokat kapunk, az nem más, mint Éliás Tibor természetgyógyász, aki egy különleges ember, hiszen mind a művészetek terén, mind a természetgyógyászat terén nagyon-nagyon sokat tesz le az asztalra, és mindezt teljesen szívből teszi. Nagyon sok jó kívánságot kapott a műsorunk most így az január első heteiben. Én ezt úgy unblock tolmácsolom neked, de azt hiszem, hogy hozzád is érkeztek közvetlen ilyen jó kívánságok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nem is tudom, hogy megérdemeltem ezt a sok jó kívánságot és ajándékot, és voltak, akik a szerény hajlékomban, a klubban találtak meg, de volt, aki ajándékot küldött nekem, és külön megköszönöm Alikának, hogy a kínai akupunktúrás könyvét elküldte nekem. Komolyan mondom, hogy meghatottam, mert én az akupunktúrát most már ezerrel csinálom, ahogy szokták mondani. Tanulok. Remélem, hogy azt szokták mondani, hogy jó pap is holtig tanul, egyszer majd csak megélem, hogy jó leszek. És hát nagyon érdekes témával szeretnénk indítani, ami nem más, mint az aktív élet. Mit értesz rajta, és igen, miért olyan fontos most hirtelen? Nagyon fontos, alig vártam, hogy találkozzam önökkel, mert összegeztem az elmúlt évet. És én vezetek statisztikát, és ebből a statisztikából azt vettem észre, hogy nagyon sok nyugdíjas keres meg engem, és érdekes módon nyugdíjazásuk után úgy durván egy évvel megkeresnek, hogy én nem tudom, az utóbbi időben ez a bajom, az a bajom, az a bajom. És mindig is sandítottam, mindig is gondoltam arra, hogy ennek valami egyszerű oka van, hogy miért lesz a nyugdíjas ember nagyon hamar beteg ember. És miért lesz? Mondom előre, aztán jön a magyarázat. Azért, mert aki nyugdíjas, az azt mondja, végre nem kell csinálnom semmit. És ilyenkor jut eszembe anyukám mondása, mit mondott, már nagyon sokszor elmondtam, kisfiam, aki leül, az ott is marad. Szóval tessék elhinni nekem, egy aktív élet után nem lehet csak úgy leülni. A szervezetünk, ez nem csak a 20 év természetgyógyász tapasztaltam, hanem úgy figyelemmel éltem én az életemet egészében. És azt jöttem észre, hogy anyukámékhoz is régen, gyerekkoromban azok a szomszédok jártak át, akik aktívak voltak. És ők sokáig éltek. Akik pedig nem jártak sehova, csak otthon ültek, várták az estét, majd várták a reggelt, aztán várták a hétvégét, majd várták az évvégét, és várták, hogy elmúlik az életük. Kérem szépen, aktivitás. Bármennyire hihetetlen, a szervezetünk érzékeli azt, hogy mit használunk és mit nem. Ha valaki sokat ül, utána olyan nehéz fölkelni. De ha egy kicsikét jobban mozgatja magát, lábát, karját, mindenét, akkor sokkal könnyebben tud mozogni. Nagyobb távokat tud sétálni. Aktívabban tud élni. Jaj, fiam, én már nem megyek sehova. Miért nem, mama? Adjatok engem már meghalni. A szervezet ezt meghallja, kérem. És hiszi vagy nem, aki pozitívan gondolkodik, és én meghalni? Hát rengeteg dolgom van. Akinek célja van, az tesz érte. Akinek nincs célja, az várja, hogy mi történik. Én mondom meg, hogy mi történik. Nem a sorsom, nem a testem, nem a tudatalattim. Kérem, tessék nekem elhinni, éveket nyer az, aki nem hagyja csak úgy szabadon áramolni az óráit, a napjait, az éveit. És ez csak a mozgásra érted? Mindenre. Vagy fontos a szellem is? Rettenetesen fontos. Rettenetesen fontos. Olvasni. Keresztelni. Nem a tévé ellen beszélek, nem tehetek ilyet. Én például megmondom őszintén, megszabom, hogy milyen tévéműsorokat nézhetek meg. A glóriával. Nem töltöm az időmet felesleges marhaságokra, nem tudok mást mondani. Politikára végképp nem. Miért? Hát azért, mert én tudom, hogy az én politikai nézetem milyen, nem tartozik senkire, majd ott a fülkében kiderül. Az összes többi pedig maszlag. Kérem, tessék szers lenni, magával foglalkozni. Ha lehet úszni, az egyes számú
fontos dolog. Úszni, aki teheti, legalább egy héten egyszer menjen el. Tessék megválogatni az étkezést. Nem sokat, amit igen, az viszont egészségeset. Mondják azt, hogy inkább ritkán, de jót. Tetszik tudni. Mindenben. És hogyha már ezt a kis sanda kacsintásomat mondtam, hogy mindenben a legjobbat, igen, ez a nyugdíjasokra is vonatkozik, nem hagyjuk abba a szerelmeskedést. Nem hagyjuk abba, kérem szépen. A szervezetünket úgy alkotta meg a Teremtő, Jóisten vagy bárki, hogy képes vagyunk halálunkig örömet adni, vagy a kedves hölgyek befogadni. Kérem szépen, aki feladja, aki abba hagyja, az feladja, aki leül, az ott marad. Aktivitás mindenben, aktív élet. Tessék használni az úgynevezett táplálékkiegészítőket. Miért? Régen nem volt ilyen, aha, de régen nem ilyen ételt ettünk, kérem szépen. Otthon, a biokertből, akkor nem biokertnek hívtuk, egyszerűen a kertből, amit nem vegyszerrel locsoltunk, a Jóisten nem savas esőt küldött ránk, nem ő küldi. És nem az autó kipufogó gázaiban nevelkedtek a növények otthon sem, meg a kertekben sem. Tehát más ételt ettünk, azt másképpen dolgoztuk fel, és a legfontosabb, amit annyiszor mondtam az múlt éven, és ígérem, hogy idén is időnként el fogom mondani, reggel a probiotikum a legjobb minőséget bevenni, mert minden másért kár. Tessék már végre elhinni. Az OGI nem egy, kimondom, hülye cég, ők tudják, hogy miért mondják azt, hogy ez, amit én szoktam ajánlani, és tudják, már akkor mondtam, amikor ők még be se vizsgálták, mármint olyan szempontból, hogy melyik a legjobb, és kiderült, hogy az, amit én ajánlok. Tehát én olyan boldog lettem, amikor kiderült, hogy valóban ez Magyarország legjobb probiotikumja. Mert miért is? Mert annak a probiotiknak itt a köldök alatti úgynevezett puffer részben kell feloldódni, feltárulni, és ott fejti ki az ő tevékenységét. Mit csinál? Hát lebontja az élelmiszert apró darabokra, segíti feloldani. Tudom, hogy ezek nem jó szavak, de én az általános emberi érzékletek próbálom elmondani, nem tudományosan. Nekem nem, hogy mondjam, orvosokat kell képeznem, hanem az, hogy azok az emberek, akik engem hallgatnak, megértsék. Tudik, volt már ilyen, hogy nem vagyok elég tudományos, nem is akarok tudományos lenni, most mondjak latin szavakat? Hát nem fogom bebiflázni. Én Éliás Tibor vagyok, természetgyógyász, 20 éve ezt csinálom, és még mindig megértetük egymást, ugye? Remélem továbbiakban is. Bár én félek, mert az asztalon, ha hiszik, ha nem, van egy kis, meg egy kanál. Hogy ezt miért hoztad be, ezt nem tudom. Közkívánatra. Tudnék, sokat beszéltem a propoliszról. És nem véletlenül, mert az én osztályozásom szerint a legszűkebb 5-6 dolog között, amit minden nap, vagy legalábbis otthon a családban kéne, hogy használjunk, vagy legyen, ott van a propolisz. Most már tudják, hogy miért. Aki még mindig nem, kérem, adjon egy e-mail címet. Ingyen és bérmentve, mindenféle kötelezettség nélkül elküldöm azt a tanulmányomat, aminek az a címe, hogy élni vagy szenvedni. Ez megjelent több újságban, 6-7 oldalon keresztül, legutóbb a Leleplező című újságban. Kérem, nem azért írtam, hogy valaki elolvassa, hanem ön. Mindenki olvassa el. A propolis a világ legerősebb természetes antibiotikuma. Pont. De nem az a propolis, ami nem merem mondani, hogy milyen, meg olyan, meg amolyan, hanem az, amiről én beszélek. Ez nem tartalmaz semmi mást, csak a bio, tiszta propoliszt. És ahhoz egy pirinyó kis mézet tesznek hozzá, esetleg egy kis pollen van benne, de nem alkohol van benne. Nem hozzáadott tömlesztő vagy tömegnövelő anyagok. Tetszik érteni, miről beszélek? Szóval ez a propolisz, amiről én beszélek, számtalanszor bebizonyította, hogy egy nap alatt tüdőgyulladásból kijöttek emberek. Hogy a kisgyerek agydaganatos állapotában az életét megmentettük. Megmentette a természet. Hogy most, amikor az ausztráliai vírus bejött Magyarországra is, több ember, sokan, de 6-7 számoltak be arról, hogy megkapták azt a vírust, és az én utasításom, vagy én javaslatomra 1-2 nap alatt
átment rajtuk, és nem szenvednek hetekig, hónapokig, sőt, sokszor szövődménnyel. Akkor se értem, hogy minek hozták. Na azért, mert a propoliszt van azért egy fontos dolog, amit mielőtt még bárki életében először propoliszt használna, testrészes lenni, megtenni azt. Tehát még egyszer, aki még nem használt soha propoliszt, az legyen kedves megtenni azt, hogy amikor megkapta a dobozt, kinyitja, kivesz belőle egy szemet, egy kis kanalat oda tesz az asztalra, és a propoliszt éléről, a kés élével, lapjával így lekapar belőle egy negyed darabot. Tetszik hallani, hogy recseg? Bele a kés kiskanál bögyébe. Most nem folytatom tovább. Egy csepp aloét, esetleg vizet beletetszik tenni, és így a kezével így egy ilyen aránylag sűrű szuszpenziót kell. Nem kell sok víz, nagyon kevés kell, csak éppen annyi, hogy összeálljon. És ezt az anyagot föltetszik kenni ide a csuklóra. A csukló belső részére. A nem folyékony, de mégis egy kicsit ragacsos, vagy kenhető propoliszsal. Ezt rajta tetszik tartani legalább egy, másfél percig. Ez idő alatt itt az ér, tehát a csukló belső részén, vagy nem történik semmi, és ez a jó dolog, vagy ne adja az Úristen, piros elváltozás történik a bőrön, tehát pirossá válik a bőr. Na ebben az esetben azt jelzi, hogy sajnos érzékeny a propoliszra. De megnyugtatom, úgy 3-400 ezer ember közül egy. Én az elmúlt 20 évben talán 3-4 emberrel találkoztam, akinek volt ilyen reakciója. Ebben az esetben természetesen keressenek meg, mert erre is lesz megoldás, de addig ne tessék propoliszt fogyasztani, ameddig ezt a kísérletet vagy tesztet el nem tetszett végezni, az a legegyszerűbb teszt. És mi de ugyanúgy kell megcsinálni az első pollen fogyasztás előtt is, muszáj, ott még több, nagyobb a esélye annak, hogy van valakinek pollen allergiája van, akkor meg pláne keressenek meg, mert megvan rá a megoldás, hogy hogyan tudunk. És akinek tavaly vagy bármikor pollen allergiája volt, most keressen meg, mert most még ki tudunk tenni az ellen, hogy jövőre, azaz az idén, amikor elkezdődnek a virágok pollen levegőbe bekerül, különösen augusztusra, amikor a parlagfő és az összes többi nehéz virágú, nehéz pollenű anyagok a levegőbe kerülnek, ne legyen már bocsánat, úgy szoktuk mondani, hogy takonnyál egybefoly. Szóval tehát előre el kell kezdeni, és van. A hátralévő most, hónapokon most keresztül. Az utolsó pillanat. Uh-huh. Tulajdonképpen már októberben el kellett volna kezdeni, amikor az előző de virágzásnak. Nincs késő. Nincs késő. Jó, kevés az időnk, térjünk vissza, hogy mire jó a propolisz. Mi hát mindenre, a meg propolisz, hogy mire, mi mindenre. Igen, hát a propolisz mindenek előtt gyulladáscsökkentő. Most az én, tehát az önök szempontjából beszélek, a mindennapi életben, tudnék, szinte minden pillanatban kialakulna a szervezetben különböző gyulladási tevékenység, és a jó immun esetén ezt a szervezetünk legyőzi, tehát nincsen gond. De mi van akkor, hogyha az immununk egy kicsit meggyengül? Hát akkor már képesek ezek a hát rossz ágensek a hatalmukba keríteni a testet, és hát megbetegíteni. Ezért például most még mindig érdemes volna minden nap legalább egy-két doboz immunerősítő anyagot bevinni a szervezetbe. Ami kifejezetten erre találtak ki. Kifejezetten immunerősítő. Én megmondom őszintén, aki hozzám eljön, elmondom mindenkinek, aztán eldönti, hogy akarja vagy nem akarja. Én látom, tapasztalom évek óta, hogy aki napi két szem ilyen propoliszt és napi két szem ilyen immunerősítőt bevisz a szervezetébe, vész nélkül, gond nélkül, megfázás nélkül, és most különös tekintettel az ausztrália vírussal, mit mondtak az orvosok? Nincs ellenszer rá, hosszú betegségre kell számítani. Nincs ellenszer rá, de megelőzni lehet, felerősíteni az immunrendszerünket. Nem akármi kutya fülével.
Én nagyon szeretem a déli gyümölcsöket, a narancsot, a gránátalmát, a banánt, mindent. Nem elég. Ide nagy koncentráltságú és speciális anyagok kellenek. Így van. Na most a propolis mire jó még? Hosszú sora van. El fogom küldeni, aki kéri az információt, elküldöm a propoliszról írtakat is, meg a probiotikról írtakat is. Én nagyon büszke vagyok rá, mert akik használják, visszajelzésükben hálásan köszönik. És nekem ez a taps, mint a színpadon, amikor énekelek. Hát nagyon szépen köszönjük, Tibor, hiszen számít az is, hogy valaki szeretettel fordul-e felénk, és önök láthatják, hogy Tiborhoz bátran, de azt hiszem nálad is érvényes, hogy csak reggel 9 óra után. Úgyhogy köszönjük szépen, én azt hiszem érdemes betartani, de még akár egy picit a saját példámmal, bizony nekem is most egy ott fájt a lapockámnál, jaj, mit csináljak, a propolis kettesével veszedegettem, hogy tulajdonképpen másfél nap alatt múlt el a fájás, és ugyan nem beszélt a Tibor, talán egy mondatra visszaadnám, hogy ennek van egy krém változata is. Pontosan. A krém azért óriási, mert ugyanezt a hatóanyagot a bőrön keresztül beviszi, mi segíti a bőrbe bevinni? Az aloé. Tehát az aloé koncentrátum a propolisszal együtt valami csodát képes produkálni a bőr legkülönbözőbb részén. És még egy nagyon fontos, a propoliszból nem lehet túladagolni. Tehát ha a tesztet megcsinálták, és nem fog lejárni, bár 4 év a szavatosság ideje, de biztos, hogy nem fog 4 évig kitartani, mert a baj mindig ott van. Hát köszönjük szépen, kedves nézőink! Ennyi fért ebbe a mai adásba, és szerintem, ha az egészségügyi jó tanácsokat betartják, azzal tulajdonképpen nekem is örömet okoznak, mert akkor egészségesen fogják továbbra is nézni ugyanezt a műsort. Önök a Te a Glóriával című adást látták, és remélem, hogy ez mind-mind hasznos, akár a kulturális információk, akár az egészségünk, a mindennapi életünk, életminőségünk javítására szolgáló blokkok. Ne feledjék, január 22-e a Magyar Kultúra napja. Menjenek ki, nézzenek mozit, színházat, olvassanak könyvet, vagy beszélgessenek arról, hogy milyen szép a magyar nyelv, vagy milyen jó íróink, költőink vannak. Önök, ha szeretnének a műsorhoz hozzászólni, akkor írhatnak e-mailt, megkereshetik a Facebook oldalunkat, Te a Glóriával az oldal címe, sok-sok fényképet találnak rajta, illetve van egy állandó telefonszám, amit önök bátran hívhatnak 9 óra után, de este akár még 10-ig is, ha úgy érzik, hogy fontos, ez pedig a 0620 9 340 330, ha pedig úgy gondolják, a weboldalunk is az önök rendelkezésére áll ugyanezen a névem. Én kívánok önöknek a jövő hétre kellemes időt és időtöltést, viszontlátásra egy hét múlva, és közelebb adom a csészét. Mert hogy egészségünkre.